Nem indulhat több társadalmi, nem azaz genderszak Magyarországon egy erről szóló kormányzati előterjesztés szerint. Nem tudják az óvodapedagógusok, hogy mi lesz a hazafias nevelést segítő ovisoknak készülő filmekben. Meghalt az a villámsújtotta nő, akit egy hete kellett kórházba vinni a Gyenesdiási strandról. És elképzelhető, hogy idén elmarad az arckiállítás, mert a zuglói önkormányzat leszavazta a tervezett helyszínt. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánunk, ez az ATV híradója délben. A mai nap lehet az év legforróbb napja, a hőérzetet az is erősíti, hogy szinte az egész országban hétágra süt a nap. Mivel a hőség napok óta tart, az éjszakák is alig-alig hoznak enyhülést. Ma este azonban érkezik egy gyenge hidegfront, ami után pár fokkal hűl majd a levegő. György Gabriella kolléganőm kint van a szigeten, most élőben kapcsoljuk. Szia Gabi, hogy bírják a kánikulát a fesztiválozók? Tudják például azt, hogy este akár zivatar is lehet? Szervusz Anna, üdvözlöm a kedves nézőket! Habár ugye déli 12 óra van, azért a szigetlakók nagy része még az esti fáradalmakat piheni ki. Ugye tegnap este a Gorilláz este 11-ig szolgáltatta a jó hangulatot, de ugye itt 4 óráig, 5 óráig, hajnalig igazán van mit csinálni, van tennivaló, úgyhogy akikkel tudtam beszélni, azok nem igazán tudták, hogy itt úgy tűnik, hogy lecsap egy zivatar a Magyarországra, legfőként egyébként a nyugati oldalra, ahol jégeső is valószínű, sőt az áparok zivatarok mellett akár 70-80 km/órás szél is. Itt az átmeneti zónában, ahol a sziget van, az ország középső részén egyébként kevésbé lesz heves ez a zivatar, de hidegfrontot mindenképpen hoz, így az azokra, arra érzékenyeknek azért okoz némi kellemetlenséget. Szigetlakóknak továbbra is itt vannak a párakapuk, a locsolók, de az eső ellen azt mondták, hogy nem igazán kell védekezni, hiszen amíg van jó zene, addig nem számít, hogy milyen az időjárás. És reméljük, hogy minden rendben lesz. György Gabriellának köszönjük szépen! Nem indulhat több társadalmi nem, azaz genderszak Magyarországon, írja a hvg.hu. A portál információi szerint a hazai egyetemek 24 órás ultimátumot kaptak a humántárcától, hogy véleményezzék az erről szóló kormányzati előterjesztést. A tervezethez a cikk szerint semmilyen háttéranyagot vagy indoklást nem fűzött a tárca. Ráadásul az egyetemek zárva vannak, így alig akad, aki az intézmények részéről állást foglalhatna a kérdésben. Akkreditált genderképzés jelenleg csak az ELTE-n és a CEU-n zajlik, így a lépés ezt a két intézményt érintené felmenőrendben. Csúszhat az új nemzeti alaptanterv és félkész terv alapján készülnek az új tankönyvek, írja a Népszava. A lap megtudta, hogy még távolról sincs kész a koncepció, amelyet egyébként hétfőn kapott készhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A projektben résztvevő szakemberek nem értik, hogy a kormány miért kommunikálta, hogy 2019. szeptemberétől már az új alaptanterv szerint taníthatnak az iskolákban. Az új alaptantervnek megfelelő tankönyvek sem állnak még rendelkezésre, azokat csak a közeljövő kezdik el írni félkész koncepció alapján. Eszerint egyébként kétféle állami és egyházi, keresztény szemléletű kiadványok közül kell majd választani. Több mint 2000 pedagógust keresnek országszerte, írja a Pénzcentrum. Az internetes oldal a kormány által létrehozott közigazgatási állásportál hirdetéseit elemezve jutott erre a következtetésre. A hivatalos adatok szerint pontosan 2133 tanári állást hirdetnek az állásközvetítő oldalon. Ezek egyrészt egy gyógypedagógusi vagy könyvtárosi állásajánlat, de a szakos kifejezésre rákeresve is közel 1200 találatot kaptak. A bármely szakos tanár kifejezés pedig 398 ajánlatot dobott ki. Csak Budapesten több mint 300 szakember hiányzik. Közleményben reagált a vele történtekre a botrányos körülmények között menesztett debreceni iskolaigazgató. Rózsa Völgyi Gábor tételesen cáfolja a tankerület vele kapcsolatos állításait, így egyebek között azt is, hogy vezetés alatt az intézmény 2 éven át törvénytelenül működött volna. Állítása szerint az elmaradt órákkal kapcsolatban is megtette a szükséges intézkedéseket, bár a problémát a tankerület sosem vizsgálta. Időközben internetes petíció indult, hogy az igazgató maradhasson az állásában.
Saját gyártású kisfilmekkel segíteni a szülőföldhöz kötődés és az egészséges nemzettudat kialakítását az óvodáskorú gyerekekben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Népszava szerint. A kisfilmek előkészületei már folyamatban vannak. A híradónknak nyilatkozó óvodapedagógus szerint nem az a legnagyobb gond, hogy a hazafias nevelést, amely eddig is jelen volt az óvodák életében, törvénybe akarják iktatni, hanem az, hogy nem tudni, mit ért pontosan a kormány ez alatt. Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad? Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja. Az óvodában tanulta a nagy csoportot épp most elhagyó Roli ezt a jól ismert gyerekdalt. Az ő óviában, ahogy a többiben is az országban, rendszeresen olvasnak népmeséket, ahogy figyelnek a gyerekek mozgás szükségletére is. A Drégeipalánki óvoda 2015-ös március 15-i ünnepségén pedig Huszárnak költözött gyerekek adtak műsort, minden bizony a kormányzati kisfilmek segítsége nélkül. Eddig is meglévő adaptációk is tökéletesen megfelelnek a neveléshez. Az óvodai nevelés változtatásai miatt petíciót is indító óvóbácsi sem érti, mi szükség van a nemzettudatot erősítő új kormányzati kisfilmekre. Kóbert György szerint a legtöbb, főleg vidéki óvodában valószínűleg a tárgyi feltételek sincsenek meg a filmvetítésekhez. Sok helyen tényleg az a probléma, hogy ázik a mennyezet, hogy nincsenek felszerelt udvarok, hogy nincs egyáltalán pedagógus. Tehát én nem értem, hogy megint a kormányzat miért ilyen kisfilmek gyártásával óhajtja segíteni a gyerekek nevelését, miközben lassan nem lesz olyan ember, aki például ezt a kisfilmet levetítse nekik. Az MSZP egyébként korábban óvodapedagógusként dolgozó képviselője attól tart, hogy délutáni mesék helyett ezután majd propagandafilmeket fognak vetíteni a gyerekeknek. Azt gondolom a 21. században nem ez kell a gyerekeinkkel művelni. Én nekem, ha most óvodáskorú gyermekem lenne, megszegném a törvényt, és nem engedném, hogy óvodába járjon. Hozzáteszem, tiltakozok minden erőmmel és minden eszközzel az ellen, hogy ezt műveljék ilyen pici gyerekekkel. Az LMP szerint ez esetben is csak máz a nemzeti szöveg, és a korrupció állhat a rendszer megpuccsolása mögött. Sajnálatos módon a korrupció az nem járulékos dolog a NER működésében, hanem a fő elem. És onnan kell nézni, hogy valójában miket tesznek pontosan, és ezen videógyártása mögött is majd nagyon kíváncsi leszek, hogy a Trinity kommunikációs ügynökség lesz-e, vagy más olyanok, amelyek NER lovagokhoz tartoznak. A filmek gyártójáról és a tervezett részleteiről híradónk is megkereste a minisztériumot, de ezekre a kérdéseinkre nem válaszoltak. Az Emmy annyit árult el, az óvodás korosztályt olyan történetekkel kívánja a kisfilmeken keresztül megismertetni, amelyek a hagyományok és a magyar múlt megbecsülésére, a szülőföld szeretetére, az anyanyelv ápolására, a családi egység fontosságára helyezik a hangsúlyt. A nemzeti együttműködés rendszerére van társadalmi igény Vona Gábor szerint, aki úgy gondolja, hogy nem a miniszterelnök tette ilyenné Magyarországot, hanem a magyar társadalom teremtette meg Orbán Viktort. A Jobbik volt elnöke a hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogy idealizálta a társadalmat, de a valóság kihozanító volt. Állítólag az elmúlt 28 évünket demokráciában töltöttük. Videóblogban beszélt a keresztény demokráciáról az influencernek készülő egykori Jobbik elnök, aki interjút is adott a HVG-nek. Ebben azt mondta, választási vereségük oka a Jobbik hibás helyzetértékelése és a teljesen fideszesített önkormányzati struktúra volt. Ugyanakkor szerinte azt is el kell ismerni, hogy a nemzeti együttműködés rendszerére van társadalmi igény. Nem Orbán Viktor tette ilyenné Magyarországot, hanem a magyar társadalom teremtette meg Orbánt. Vona Gábor úgy gondolja, a társadalom immunissá vált arra a kérdésre, hogy ki mennyit lop, csak a rendteremtés és az ország védelme érdekli. Az LMP antikorrupciós aktivistája szerint Vona csak a sebeit nyalogatja, ahelyett, hogy tovább küzdene. Maga a korrupció az a magyar társadalom probléma térképén az első háromba ott van az egészségügyi és az oktatás problémája után. De hogy a választ eddig még senki nem adta meg erre, a gyógyírt senki nem adta meg a betegségre, ez óhatatlanul ilyen lemondó nyilatkozatokhoz vezet. Vona Gábornak nagy szerepe van abban, hogy Orbán Viktornak ismét kétharmada van, véli az MSZP. Tehát szerencsésebb lenne, hogyha egyelőre nem akarna nagy igazságokat megosztani velünk és a magyar társadalommal, hanem elgondolkodna abban, hogy a Jobbiknak, vagy éppen az LMP-nek mi volt a szerepe az elmúlt egy évben a magyar politikai rendszer, a magyar Orbáni diktatúra további kiépülésében.
A politikai elemző szerint a Jobbik egykori miniszterelnök jelöltje egy későbbi politikai szerepvállalását készíti elő, ugyanakkor a társadalom ostorozása nem szerencsés Pulai András szerint. Ő azt mondta, hogy a NER nem leváltható. Szerintem azt akartam mondani, hogy ő nem tudja a NER-t leváltani, ami egy nagyon fontos különbségtétel, és lehet, hogy majd ő sem fog jutni oda, hogy ezt maga is megtegye. Én azt gondolom, hogy vannak olyan politikusok, akik a harmadik kétharmad és ennek okán a harmadik óriási pofon után is állva maradtak, és keresik azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudják a saját politikájukat érvényesíteni, illetve a saját pártjukat sikerre vinni. Pulai András hozzátette, már több párt, köztük az SZDSZ is belebukott abba, hogy a választási kudarcáért a választókat okolta. Nem csak a rendőröknél, de a tűzoltóknál is leszerelési hullámot okozhat, ha jövőre a túlórát csak szabadnappal lehet megváltani. Erről a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke beszélt az ATV-ben. A belügyminisztérium azt közölte, a hírekkel ellentétben nem szűnik meg a túlszolgálat elrendelésének lehetősége a rendvédelmi szerveknél. Ma még elképzelhetetlen, hogy egy oltáshoz azért vonul ki a szükségesnél kevesebb tűzoltó, mert szabadságra mentek. Minden esetre ők is tartanak az új szabályozástól. Arról lenne szó, hogy 2019. január 1-től, hogyha keletkezik túlóra, akkor a szabad napba legyen kiadva. Ez pedig létszámproblémák esetén nehézkes. A 2015-ben életbe lépett jogszabály átmeneti rendelkezése szerint a hivatásos állomány tagjait választása alapján szabadidő vagy díjazás illeti meg túlszolgálat ellentételezéseként 2018. december 31-ig. Ha a választás megszűnik, az a rendőröket, a tűzoltókat és a büntetés végrehajtásban dolgozókat is érinti. A tűzoltók attól tartanak, hogy náluk is nő az elvándorlás. Néhány éve még sorban álltak a jelentkezők. Most toborzókat kell tartani, de így is kevesen jelentkeznek. A mi megítélésünk szerint jelen pillanatban egy olyan 7000 pár száz a vonulós létszám, tehát maga az a beavatkozó állomány, aki a tűzoltás kárelhárítást végzi, szerintünk egy olyan 1000 fő nagyjából kellene még ahhoz, 800-1000 fő ahhoz, hogy ezeket a dolgokat normálisan el tudjuk látni. A 200 ezer forint körüli bruttó bér ugyanis nem túl vonzó, ehhez legalább 300 ezer forint kellene, mondta a szakszervezet elnöke. A belügyminisztérium szerint január 1-ig 50%-kal nő a hivatásos állomány bére az új illetményrendszer alapján. Bárdos Judit másképp számol. Amikor a rendészeti életpályát bevezették 2015. július 1-ével, akkor beígértek a kollégáknak, hogy 2019. december 31-ig mintegy 50%-kal fog nőni az illetményük. Senki nem kalkulálta bele ebbe az 50%-os emelkedésbe az eltelt időszakban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését, amely automatikusan növelte volna a kollégák illetményét úgy, ahogy másoknak Magyarországon növelte. Így Bárdos Judit szerint összességében 10% alatt lesz az illetmény növekedés december 31-ig. A belügyminisztérium közleménye szerint a túlóra pénzt nem veszik el a rendvédelmi dolgozóktól. A hírekkel ellentétben nem szűnik meg a túlszolgálat elrendelésének lehetősége a rendvédelmi szerveknél. Ezt a problémát meg kell oldani. Mindenki abban reménykedik, hogy most nagyot röpült a láng, és majd ez szépen elcsitul, és október, november, decemberre módosítva a szolgálati törvényt helyére fogják ezt a problémát tenni. A belügyminisztérium bizonyos változtatásra azért készül. A bérfejlesztés utolsó ütemének szabályozása törvénymódosítást igényel, annak kapcsán a jogalkotók mérlegelhetik az eddig bevezetett szabályozás tartalmát. Ennek részleteiről azonban ennél többet nem sikerült megtudni. A szombathelyi kórházban meghalt az a nő, akit férjével és lányával együtt múlt pénteken villámsújtott a Gyenes-Diási strandon, közölte a Vasnipe online kiadása. A lap úgy tudja, hogy egy celldömölki családot ért a villámcsapás. A család többi tagját már korábban hazaengedték a kórházból. Megtalálták annak a férfinek a holttestét, aki még kedden tűnt el a Balatonban. A 75 éves külföldi férfi a parttól távolabb ereszkedett a vízbe egy vitorlásról. Rosszul lett és elmerült, még mielőtt a vele lévő nő segíteni tudott volna neki. A férfi holttestét csütörtök délben találták meg Ábrahámhegy térségében. Ő a Balaton idei 5. halálos áldozata. Összegyűjtötte a szükséges aláírásokat az MSZP párbeszéd a rendkívüli parlamenti üléshez a devizahitelesek ügyében. Korábban a Jobbik és az LMP közölte, hogy már csak pár aláírás hiányzik. Azonban a fideszes képviselők nem mennek el az ülésre, ahogy ez többször előfordult már az ellenzéki kezdeményezésű rendkívüli üléseken. Akkor az országgyűlés határozatképtelen, vagyis a napi rendet sem tudják megszavazni.
Nettó 9 milliárd forintért vásárol elektromos autókat a kormány, vette észre a Világgazdaság az Európai Közbeszerzési Értesítő csütörtöki számában. A 9 milliárdos kiíráson a Porsche Hungária Kft. És a Gablini Kft. Győzött 6,5 és 2,5 milliárdos rész elnyerésével. A pályázat egyébként 5 gépjármű kategóriát érint. A pontos darabszámok nem szerepelnek. Az elektromos autók egyébként jelenleg általában kétszer magasabb áron vásárolhatók, mint a hagyományos üzemanyagú, robbanó motoros gépjárművek. 119 ezer forintos átlagáron vett huszárcsákókat a rendőrség, írja a Népszava a polisz.hu alapján. A hatóság összesen 5 millió 590 ezer forintért rendelte meg az 50 huszárcsákó elkészítését. Sivatagi kalapokat is vettek közel 20 millió forintért. A lap szerint a beszerzés meglepő, de nem biztos, hogy túlárazott. Egy új, de átlagos díszítésű huszárcsákó 40-50 ezer forintba kerül, egy tábornoki csákon pedig annyi díszítőelem van, hogy az akár 170 ezer forint is lehet. A lap kereste az országos rendőrfőkapitányságot a beszerzések miatt, de még egyik kérdésükre sem kaptak választ. Még mindig nem tudni, hogy hol lesz, vagy lesz-e egyáltalán arckiállítás. A politikai fricskákról híres civil plakátverseny győztes alkotásait kiállító rendezvény ugyanis idén nem a Városligetben lesz, mivel azt éppen felújítják. Szuglóban pedig bár Karácsony Gergely örömmel fogadná a kiállítást, az illetékes bizottság tegnap leszavazta a kinézett helyszínt. A polgármester és a szervezők is bíznak benne, hogy sikerül megoldást találni a közeljövőben. Elegem van a plakátokból, engedély nélkül nem segítek senkinek. Csak néhány pályamunka a tavalyi arckiállításról, idén ősszel lenne a 18. A szokásos Városligeti helyszín viszont már nem jöhet szóba, épp felújítják. Azt a választ kaptuk, hogy a Ligetet vegyük úgy, mint egy felvonulási területet, úgy, ahogy van, nem használhatjuk. A szervezők próbálkoztak még Angyalfölddel és Zuglóval. Előbbi anyagi indokokkal utasította vissza a kiállítást. Glázer Attila azt hangsúlyozta, hogy mivel a kiállítás ingyenesen látogatható, a költségvetésükben nem fért volna bele. Zuglóban az Örsvezér útját nézték ki. Itt szerették volna kiállítani a 96 plakátot. Csak hogy ez egy családi házas zöld lakó vezet, ezért több kifogás is felmerült. A helyi lakosokkal nagyon szívesen beszélgetnénk, hogy eloszlassuk a kételyeket. Felmerült kételj zaj, illetve fényszennyezés kapcsán megnyugtattuk őket, hogy egyrészt nem lesz kihangosított zene egyáltalán. Említettük, hogy 24 órás őrzés van a területen, illetve kizárólag a plakátokat világítjuk, tehát indirektben érkezik csak fény a házak felé. Az önkormányzat illetékes bizottsága minden esetre leszavazta a helyszínt. A 4 fideszes, valamint a jobbikos tag nemmel szavazott, de Várnai László független környezetvédelmi tanácsnok is tartózkodott a szavazáson. Ő azt mondta Híradónknak, hogy bár magát a kiállítást támogatná, de a helyszín szerinte alkalmatlan. Ő maga részéről a Bosnyák teret javasolná. Maga a rendezvény a polgármester Karácsony Gergely szerint viszont nagyon fontos, ezért örülne, ha Zuglóban tartanák. Hogy a Városligetben nem lehet az arcad, biztosan politikai döntés. Mi keressük azt, hogy Zuglóban mely az a zuglói tulajdonban lévő közterület, ahol el is fér a kiállítás. Sajnos ekkora hely szabadon, azért nagyon kevés helyen van a kerületben. Úgyhogy én azt fogom majd indítványozni, hogy a bizottság újra foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Különösen, mivel a tavalyi számokból kiindulva 150-200 ezer ember látogatta meg a kiállítást, ahol főként magánemberek plakátjait állították ki, amelyek több esetben politikai ihletésűek. Amennyire az életünk része az úgynevezett politika, vagyis a közös dolgainkról való gondolkodás, akkor természetesen eredendően, ez a legtermészetesebb dolgok egyike, hogy az állampolgárok foglalkoznak azzal, hogy hol élnek, és mi veszi őket körül. A szervezők szerint pedig az idei kiállításon is több húsba vágó és mélyre szántó plakátot is lehet majd látni, ha lesz kiállítás. Újabb nagy erejű földrengés rázta meg az Indonéziához tartozó Lombok szigetét, a károk jelentősek. Közben duplájára nőtt a vasárnapi óriási erejű földmozgás áldozatainak száma. A 259 halott mellett sokan megsérültek, 270 ezeren fedél nélkül maradtak. Az emberek kiáltozva rohantak az utcára, miközben a gyerekek sírtak, amikor ismét rázkodni kezdett a föld Lombok szigetén. Egy lakóház fölött porfelhő jelezte, hogy újabb károk keletkeztek a Richter skála szerinti 6,2-es erejű földmozgás után.
Harengést a szomszédos Bali szigetén is érezni lehetett. Ennek az asszonynak a házán repedések keletkeztek. Éppen tévéztünk, amikor megmozdult a föld, kirohantunk a szabadba. Félünk, mert egyre több a repedés a házon, mondta a helyi lakos a turista paradicsomban. Pánik tört ki a Bali nemzetközi repülőtéren is. Az emberek igyekeztek mihamarabb kijutni, miközben imádkoztak. Lombok szigetén több kezdetlegesen összetákolt ház összeomlott az újabb földmozgás miatt. Ez az önkéntes arról beszélt, hogy rendkívüli erővel mozgott a föld. Biztos volt abban, hogy itt volt az epicentrum. Egy társa pedig azt mondta, hogy éppen az autóban voltak, amikor megmozdult a talaj, ezért azonnal kiugrottak a járműből. Közben duplájára emelkedett a vasárnapi óriási erejű rengés áldozatainak száma. A sajtó 350 halottról tud, de a hatóságok 259 áldozatról beszélnek, bár azt elismerték, hogy ez a szám még bizonyosan emelkedik, mert még tart a romok átkutatása. A hétvégi földmozgás egyébként rendkívül pusztító volt, egész falvak tűntek el a föld színéről. A halottak mellett 1400-an megsérültek, és több tízezer ember kénytelen a szabadban tölteni az éjszakákat. A segélyek csak nehezen jutnak el a távoli területekre. A helyiek attól tartanak, hogy a szinte szünet nélkül érkező rengések miatt teljesen elmaradnak a turisták. Az elmúlt napokban összesen 350 földmozgást regisztráltak, melyek közül a vasárnapi és a csütörtöki volt a legnagyobb. Macskamedve ikrek születtek a Nyíregyházi Állatparkban, ez nagy ritkaságnak számít. A kölykök már 9 hetesek, most volt az első orvosi vizsgálatuk. A vörös macskamedvék eredetileg a Himalájában élnek. A számuk drasztikusan csökken, így különösen jó hír, hogy megszülettek az ikrek. Kevés, hasonlóan kedves pofájú kisállat van, mint amilyenek a 9 hetes macskamedveikrek, vagy másik nevükön a vörös pandaikrek. Ezek a játék mackóhoz hasonló állatok egyre ritkábbak. Állatkertben is kevés példány van belülük, és a vadonban is folyamatosan csökken a számuk. A fa igazi ritkaság, nagyon ritkán szoktok szaporodni zártartási körülmények között. A világ állatkertjeiben összesen 700 egyed él, és sajnos veszélyben vannak a természetben is, hiszen populációjuk egyre jobban csökken. A kis pandák most 9 hetesek, így már az első orvosi vizsgálaton is átestek. Színük kezd a nagyokére hasonlítani egyre inkább, ami azt jelzi, hogy szépen fejlődnek. A vörös pandák szürke bundával születnek meg, most már jól látható, hogy bundát váltanak, és elkezdik a vörös színt magukra ölteni. Kéthetesen kinyitják a szemüket, ez is már látható volt, hogy figyelnek, mocorognak, nagyon szépen fejlődnek, az egészségi állapotuk megfelelő. Jelenleg még anyatejjel is táplálkoznak, valamint már elkezdték kóstolgatni a bambuszleveleket, illetve a zöldségeket, amiket az anya a fészekbe hord ilyenkor. A vörös pandák eredetileg a Himalájában 2000 méteres magasság fölötti erdőkben élnek, számuk az orvadászat és az élőhelyük csökkenése miatt folyamatosan csökken. A kisikrek sorsa egyelőre még nem ismert, de szinte biztos, hogy ha felnőnek, akkor a világ egy másik állatkertjébe kerülnek majd. A híradó végén jön az időjárás jelentés. Gál Noémi már is elmondja, hogy milyen idő lesz a hétvégén. Szervusz, Noémi! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Néhány órán belül változni kezd majd időjárásunk. Nyugat, észak-nyugat felől ugyanis egy gyenge hidegfront közeledik. Ez itt a Kárpát-medencében felszámolódik, ezért nem nevezhető igazán felmentő seregnek. Néhány fokot visszaesik a hőmérséklet, záporok, zivatarok is lehetnek, de vasárnapra ismét itt a strandidő. És azért a délutáni órákban még lesz napsütés, csak hogy nyugaton, észak-nyugaton és az északi középhegység térségében erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és a dunántúli megyékben este felé egyre több helyen várható zápor, zivatar, a fronttal együtt a szél észak-nyugatira fordul. Délután még 32-36 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton is elszórt záporokkal, zivatarokkal számolhatunk, a keleti területeken még mindig marad a kánikula, aztán vasárnaptól már szárazabb léghullámok érkeznek sok-sok napsütéssel, és kissé ismét erősödik majd a nappali felmelegedés. Most a következő 24 órában nem lesz igazán strandidő, de azért hazai tavaink még mindig melegek, és hogyha a hétvégén strandolást terveznének, akkor azt válasszák inkább a vasárnapi napra. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A híradó után is érdemes velünk maradni, mert jön a fórum Somos Andrással. Szervusz András, milyen témákkal várod a nézőket? Szervusz Anna, üdvözlöm a nézőket! Azért jó a híradó, mert ráhangol minket a fórumra. Két téma is onnan való, az egyik ugye a kisfilmek szeptembertől, amelyek az óvoda pedagógusokat segítik abban, hogy a hazafias neveléshez segédleteket kapjanak.
Egyrészt ez a témánk, másrészt Mellár Tamás adott egy interjút, amelyben a stopsoros, a közigazgatási felsőbíráskodás, a migrációs különadó, illetve az, hogy szűkítik a szabadságjogokat, szerinte ezek, már hogy ez a négy tényező szerinte hozzájárul ahhoz, hogy a 70-es, 80-as években jobb volt élni Magyarországon, ez a közérzet alakulhat ki, mint jelenleg, és akkor hát végül van az a téma, hogy ugye megtiltaná a kormány a társadalmi nemek tudományának felsőoktatási jelenlétét, amely azért érdekes, mert ugye ez azért Nyugat-Európában is elég széles körben elterjedt tudományos terület, és hát egyébként nálunk is akkreditált szakot jelentenek. Várom a telefonjaikat természetesen. Köszönöm szépen, most a híradónak vége, de azonnal kezdődik a fórum. Maradjanak velünk, hívják Andrást. Én pedig mára megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon szép napjuk, szép hétvégét, viszontlátásra!